mind a két szülőm sváb származású, édesapámékat 46-ban kitelepítették az egész faluval együtt, de ő visszaszökött Magyarországra, úgyhogy tulajdonképpen véletlenszerű egy picit, hogy Magyarországon élünk. Édesanyám mélyen vallásos, különleges adottságú ember, azt hiszem, hogy nagyon sokat kaptam tőle szívügyben. Édesapám viszont hihetetlenül nyugodt ember, őtőle valahogy azt tudtam megtanulni, hogy a dolgok úgy jók, ahogy vannak, és csak csinálni kell őket. Hatan vagyunk testvérek, 6 fiú, kicsit talán az én példámat követve egy kivitelező vállalatot képeznek jelen pillanatban. Egyébként Budapesten éltünk, nagyon szép volt az 50-es éveknek ez a hihetetlenül szegény, lefojtott külső légköre a családunknak a belső gazdagságával szembesítve. A piaristáknál érettségiztem, ez volt a következő nagy adomány az életemben. A közösségi szellemnek és az egyéni erőfeszítés fontosságának egy olyan magas iskoláját lehetett megtapasztalni, ami aztán nagyon sok segítséget adott későbbi életemben. Jelenics István volt az osztályfőnökünk a piarista gimnáziumban, csak utólag döbbentünk rá az ő általa képviselt szellemiség méreteire. Később minden egyes problémás élet elágazásnál vissza lehetett keresni az ő egykori üzeneteit. A családi háttér és a piaristáknál szerzett tapasztalatok alapvetően a közösségi élet felé tereltek. Amikor egyetemre jártunk a 70-es évek közepén, szembesülnünk kellett egy kiüresedéssel, amiben nagyon nehezen lehetett egy induló építésznek megtalálnia az eligazodás szempontjait. Akkor éppen az építészet abszolút mély repülésben volt, a modernizmus meghalt, de még nem bontakoztak ki az új tendenciák. Jobb hián a közösségbe menekültünk, hogy értékeket generáljunk saját magunk számára. Tudnék, az építészet alapvetően közösségi műfaj. Építeni egy adott közösség számára, egy adott közösség színpadán lehet. Baráti társaságot alapítottunk, és Miskolcra költöztünk, és ott olyan szerencsénk volt, hogy létre tudtuk hozni a kollektív házat. Az akkori nemzeti beruházás 20-25%-a ott valósult meg. És ehhez képest alig voltak építészek. Amikor felvetettük a városvezetésségnek, hogy szeretnénk a saját elképzeléseink szerint együtt élni és dolgozni, akkor ez nyitott fülekre talált, úgyhogy felépítettünk nekünk azt a közösségi házat, amiben aztán közösen be is tudtunk költözni. Ebbe a képbe lépett be elsősorban Bodonyi Csaba, és rajta keresztül Plesz Antal és Ferenc István, akik mesterekként fölvállalták ezt a 30-40 fős fiatal csapatot. A munka úgy folyt, hogy napközben az északterben dolgoztunk 8-tól délután 5-ig, és akkor utána hazamentünk a kollektív házba, és ott folytattuk a munkát, és ott pályáztunk, bulisztunk. Iszonyatosan jó élet volt. Az oktatással kapcsolatban mindig Jelenics Istvánra kell visszautalnom, mert ő tud valami olyasmit, amit azt hiszem nagyon kevesen tudnak, hogy külön oktatni igazából nem nagyon lehet, hanem a jelenléttel lehet orientálni embereket. A másik személyiség Plesz Antal. A szellemisége ott lebegett körülöttünk, Miskolcon. Megtanulhattuk ugyanennek a fajta jelenléten alapuló, nem oktatásszerű nevelésnek a magas iskoláját. Építészeti oktatásban lelkesedéssel és a jelenléttel komolyan veszem a helyzeteket.
Egy mesteriskolás pályázat kapcsán kerültem kapcsolatba a 80-as évek elején az edelényi városvezetőkkel. Egyszer csak főépítészi szerepkörben találtam magam. Nekem nem igazán feküdt akkor sem, és azóta nem is nagyon vállaltam főépítészséget. Úgy érzem, hogy teljes embert kíván. Egy várost építeni annyira komplex feladat, részt kell venni a helyi politikában, részt kell venni a döntések meghozatalában, az előkészítésben. Ennek az adminisztratív oldala annyira nem érdekel. Az építész általában városban épít egy közösség számára. Akkor, amikor városfallal körülvett, zárt városokban éltek az emberek a középkorban, eléggé behatárolt volt a közösségnek a játéktere, és az építész számára eléggé meghatározóak voltak a játékszabályok. Később ezek a városfallak leomlottak, egyre tágultak, a nemzetállamoknak az időszakában már sokkal tágabb összefüggésekben lehetett városban építeni, ma pedig a közösség eléggé nehezen megfogalmazható kategória. Sokat beszélünk arról, hogy nincs központ. Egy középkori városban egyértelmű volt a központnak a helye, de még egy 200 évvel ezelőtti nemzetállam esetében is eléggé egyértelmű volt, hogy ma hol vannak a központok, ez elég nehéz kérdés. Úgyhogy ma városban építeni eléggé problematikus. Úgy tűnik, mintha az építészet hagyományos és stilisztikai eszközei kevesek lennének ahhoz, hogy autentikus válaszokat adjunk a mai kérdésekre, mert ma, mintha egy ilyen nagy közösség nehezen formálná meg a maga válaszait a kérdésekre. Az építészetnek új támpontokat kell szerintem keresnie a mikrovilágban és a makrovilágban. Az építészet eszköztárába behatol egyfajta urbanizmus szemlélet, vagy tájtervezési tematika. Úgy kell ma a közösségnek tervezni, hogy egyszerre finomabb és tágabb összefüggéseket is harmóniába kell hozni egy-egy megbízás kapcsán. Thank you.
Van egy olyan sejtésem a templom tervezéssel kapcsolatban, minthogyha ma a profánban lenne benne a szakrális. Minthogyha a mai szakrális térnek egy többlet tehertétele lenne megküzdeni mindazzal a jelentésbeli és történelmi ballasztal, amit óhatatlanul hordania kell, évszázadoknak a terhét, és amitől nagyon nehéz megszabadulni ahhoz, hogy a mai valóságos szakrálisat megtalálhassa, vagy az ahhoz való utat megteremthesse. Nagyon jó volt templomot tervezni, de sokszor egy melléképületben, egy tornaterem részletben, egy egyetemi aulában csillan föl igazán a mai igazi szakralitás, amire mindannyiunknak szüksége van. Debrecen az integrációról szól elsősorban. A debreceni egyetemben ez bizonyos fokig építészetileg is megtestesült. És amikor megépült Korflórisnak a központi épülete a debreceni nagyerdei kampuszon, akkor abban megtestesült a városnak a nagyvárossá válási igénye is. Ehhez a tendenciához és ehhez a környezethez kellett nekünk ott alkalmazkodni, és ezt kellett folytatni, mert oda kellett beépíteni ebbe a nagyerdei kampuszba ezt az új épületet. Ezt próbáltuk mi mai eszközökkel, mai tudással és mai szemlélettel folytatni. És itt jön be az építészetnek és a művészetnek az integrációja, hogy amilyen szintű ma a tudomány integrációja, olyan szinten kell ma visszaintegrálni az építészetet a művészetekbe, hogy autentikus válaszokat lehessen találni a mai térbeli kérdésekre. Ehhez találtuk ki az úgynevezett Matrix laborrendszert. Létrejött egy olyan multifunkcionális és flexibilis térbeli kapcsolat, hogy minden egyes tanszék annyi laborfelületet tud használni a laborparkból, amennyit a kutatási fejlesztési potenciája, a személyi állománya lehetővé tesznek, és ez változhat is. Mindezt alul kiegészíti egy publikus vagy oktatási zóna, az aulával, a nagy előadókkal, a hallgatói laborokkal, a keresztirányú sétánnyal és a másik épületben az élettudományi könyvtárral. Nagyon sokféle épületet terveztünk az évek során, és mindegyikbe beleadtunk apai tanyait. Én valahogy úgy állok hozzá, hogy a legegyszerűbb vagy a legprimitívebb megbízáshoz is képes vagyok lelkesen hozzáállni. A mostani időszakban kezdtünk egy komolyabban családi házakat tervezni. A családi ház vagy egyáltalán a lakástervezés az olyan, hogy mindig van egy ilyen családregény. Rá kell hangolódni egy családnak a történetére, és akkor azt kell valamilyen módon formába önteni. Ez megint csak egy ilyen közös történet a megbízóval, az építtetővel, a családdal. Kérdés, hogy
milyen tágabb közösségi szituációban épül a családi ház. Benne van-e egy közösségi kánonban, tehát egy régi városban, vagy egy szűken vett városi szövetben, vagy pedig szabad környezetben kell elsősorban önmagára reflektálnia. Hihetetlen mértékig belefeledkezek egy megbízás kapcsán a megbízóval való adott viszonyba. Teljesen kitölti akkor az életemet. A házat az építető építi mindig is, és az építető fejében kell lenni egy képnek. A mai építészetnek ez az egyik fontos problémája, hogy a mai építetőnek nem feltétlenül van képe az építendő épületről, és ezért szabad a gazda alapon lehet formálni bármit. Nem szabad azt mondani, hogy ez egy menthetetlen világ ma, amiben élünk. Nem szabad feladni. Meg kell tudni alkotni magunkban azt a rendet, ami ma talán hiányzik a környezetünkben, és akkor ezt utána sugározni is kell valamennyire. Ezt aztán át lehet tenni építészetre, a programalkotásban való részvételtől kezdve a konkrét építészeti formáláson, az építésben, a kivitelezésben való aktív résztvételen keresztül komplexen. Mindig csapatban dolgozom. Minden egyes elkészült munkámban nagyon-nagyon jelentős szerepe van az alkotótársaknak. Nagyon furcsa helyzetben van az építész és az építészet, mert igazából semmihez sem ért igazán mélyen, de végig is mindenhez kell konyítania, és így össze kell hoznia a dolgokat. Hályok Kovács módra kell igazságot teremteni ott, ahol hát egyébként elég nehéz. Az alapkérdések azok viszonylag egyszerűek, hogy meg kell tudni védeni magunkat és a környezetünket, utódokat kell nemzeni, ehhez ünnepek kellenek, meg kell tudni tehát születni, aztán meg kell tudni valahogy halni, és a halottakhoz is viszonyulni kell valahogy. Ezt a néhány alapkérdést és ennek az építéssel kapcsolatos vetületét az ember szinte a génjeiben őrzi. Meg kell tudnia védeni magát, tehát valami vackot, valami házikót kell tudnia magának és a közvetlen rábízottaknak építenie. Tudni kell építeni egy védőburkot, és ezt mindenki meg is tudja tenni, hogyha a körülmények rákényszerítik. Ez mondjuk egy ilyen archaikus alapszint, amit bele van kódolva az emberbe. Erre jön rá egy következő kulturális szint, amikor az ember már nem ilyen ősi, primér körülmények között él, hanem társadalomban, városban, és akkor a különböző erőviszonyokat, a kulturális játékszabályok kiegyenlítik egymással, ünnepek vannak, viszonylatok vannak, és akkor az építészet egy ilyen jelrendszerben helyezkedik el, egy színpad tulajdonképpen, ahol üzenetek zajlanak. Van szerintem az építészetnek és az építésnek egy harmadik szintje is, ami a világnak az alaprendjével van kapcsolatban, amit nagyon nehéz szavakba önteni. És ami szintén megjelenik az épületben, áttételesen, mélyen, rejtetten. Mindenkinek magában föl kell építenie a rendet, és mindazzal a tudással együtt kell összehozni ezt a belső harmóniát, ami ma már megtanulandó egyébként. Ez egyfajta építészeti nyelv, amit tanulni is lehet, meg tanítani is lehet, és kell is. Hogyha azt próbálnám megfogalmazni, hogy mi a számomra az építészet lényege, akkor talán valami olyasmit tudok mondani, hogy arra törekszem, hogy mind a három szint egyszerre és lehető legtökéletesebben jelenjen meg az épületben, egy közösségi alkotás folyamatának az eredményeképpen. Jelenjen meg benne ez az archaikus védelmi funkció, jelenjen meg benne minél összetettebben ez a kulturális összetettség, és lehetőség szerint mondjon valamit a világ végső kérdéseiről is.